Román trikolor és felirat került a Marosvásárhelyi várban elhelyezett Hunyadi János szoborra. A Maros megyei rendőrség közlése szerint nem történt vandalizmus, így nem vonják felelősségre a tetteseket. Felavatása után szinte két héttel még mindig szúrja egyesek szemét a Hunyadi János szobor latin nyelvű felirat a Marosvásárhelyen. A legendás hadvezért ábrázoló műalkotásra pontosan azért került latin felirat, hogy a magyarok és a románok által egyaránt tisztelt személyiséget egyik etnikum se sajátíthassa ki. Az aur politikusai azonban már az avatáskor kifogásolták, hogy miért nem Jánko de Hunedoára szerepel a talapzaton, ezt követően pedig a megyei prefektúra vonta felelősségre a városházát a felirat miatt. A szélsőségesen nacionalista Maros Hargita és Kovászna megyei románok civil fóruma most cselekedetre száll. Magát. Nem sokáig maradt érintetlen a Marosvásárhelyi várban felállított Hunyadi János szobor. Csütörtökön ugyanis már egy román trikolor került rá, Jánko de Hunedoara felirattal. Látható, hogy a hadvezér neve már nem csak latinul, hanem románul is szerepel. Az elkövetők egy koszorút is helyeztek a szobor lábához, szintén román nemzeti színekben. Az elkövetők meg sem próbálták eltitkolni identitásukat, hiszen Drágos Burgelia, a Maros és Hargita megyei románok polgári fórumának elnöke Facebook bejegyzésében tette közzé, hogy úgymond végre igazságot szolgáltattak Marosvásárhelyen. Mint fogalmazott a Marosvásárhelyi Kulturális és Hazafias Egyesületekkel együtt, Megemlékeztünk Jankó de Duáráról, és koszorút helyeztünk el a nagy hős emlékére. A szobor talapzatára egy Jankó de névvel ellátott trikolor szalagot kötöttünk, így mostantól a hadvezér neve a törvény szerinti hivatalos nyelven szerepel. Noha gyakorlatilag ezzel feljelentették magukat vandalizmus elkövetésével, a Maros megyei rendőrség szerint nem történt bűncselekmény. A referitor la statuia la care faceți referire, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni. Az elkövetők nem tettek kárta a szoborban, ezért a hatóság indokolatlanak találja eljárást indítani ellenük, mondta rendőrségi szóvivő. A rendőrség állítása azonban nem felel meg a valóságnak. A köztéri szobrok esetében pontos szabályozás szól arról, hogy hogyan kell kinézzenek és mit tartalmazhat a feliratuk, már pedig a Művelődési Minisztérium jóváhagyásában nem szerepel sem Trikolor sem Jánko de felirat. A szobor visszaállítása eredeti állapotába egyelőre nem történt meg, valaki azonban egy piros-fehér-zöld szalagot agasztott hunyadi kardjára, örökké szívünkben élsz feliratú medállal.